Ez, és igen, hogy ezt az előadást még a lányom készítette, illetve az ő gondolatmenete alapján próbálnám én elmondani. Amit szeretnék mondani közben, hogy ha bármikor gondolatotok van, beszéljünk, kérdezzünk, akkor szóljatok nyugodtan, és akkor megállunk, és megbeszéljük a dolgokat. Egyébként én Kecskeméten is dolgozom a szakszolgálatnál, tehát ezekben a tanulási zavaros vizsgálatoknak a konkrét elvégzésében is elég nagy részt vállalok, úgyhogy próbálom gyakorlati szempontból is ezeket a dolgokat akkor láthatóvá tenni. A tanulási zavarra az iskolában és és otthon erről lesz tulajdonképpen ma szó. Először is egy mottót kerestem, és nekem ez azért tetszik, a tudni vágyás legbensőbb igényünk. Minden út jó, ami hozzá vezet. Hogy ugye az a nehéz az iskolai oktatási rendszerben, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy van egy út, azon kell menni a gyerekeknek, és akkor fogják majd a tudást megszerezni. És hogy ez egyáltalán nem így van, az a fontos, hogy találjuk meg azt az utat, azt a módszert, amin az adott gyerek el tud menni oda, hogy ezt a tudást megszerezze. Amikor a gyerekek nagy csoportot elvégzik és készülnek az iskolára, mindannyian ismeritek ezt az időszakot, csillogó szemmel mennek iskolatáskát vásárolni, hihetetlenül lelkesek, és a szülők is azzal a hittel küldik a gyerekeket iskolába, hogy sikeres legyen a gyermek, hogy érezze magát jól az iskolába, érje őket öröm. És hogy alapvetően persze, hogy ez lenne a jó, de nagyon sokszor látjuk azt, hogy gyakorolnak, tanul a gyermek, motivált, és mégis sikertelen. Nem sikerül megtanulni a betűket, nem sikerül összeadni a számokat. Kudarc, kudarc hátán, amit megél a gyermek. És ugye ez ugye azért nehéz, mert előbb-utóbb kialakul az, hogy én buta vagyok. Az önértékelése sérül, az én képes sérül, az úgyse fogom tudni attitűd alakul ki. És ha ez nagyon sokáig fönnáll, akkor, és itt most azért fogok erre kitérni, mert hogy nagyon nehéz sokszor elkülöníteni, hogy melyik volt előbb tanulási zavarból lett pszichés tünet, vagy a pszichés tünet okozza azt, hogy a tanulás sem jól megy a gyermeknek. De hogyha ez a kudarc élmény sokáig fennáll, akkor mindenképpen pszichológiai tünetek szoktak jelentkezni. Azt szoktuk mondani, hogy két felé mehet a tünet, vagy kifelé, és akkor egy bohóckodó, rosszalkodó, csúnyán beszélő, pimasz gyerekkel állunk szembe. Volt ilyen gyerkőc, akit azért küldtek a szakszolgálathoz, pszichológushoz, mert kezelhetetlen, kibírhatatlan, ő most már negyedikes gyerek volt, nagyon rossz, verekedett, agresszív, durva, és amikor megcsináltuk a vizsgálatokat, tehát hogy a pszichológiai vizsgálatok után, hogy ezért a képességeit is megnéztük, kiderült, hogy neki egy olyan rejtett tanulási zavara van, ami miatt ő nem tudott tanulni a többiekkel, és ezt kompenzálta azzal, hogy ő bohockodott, rosszalkodott, figyelemfelhívó viselkedéseket csinált. A tünetek másik része, hogyha nagyon sokáig fennáll ez a sikertelenség, a kudarc élmény, akkor van olyan gyerek, aki nem kifelé irányulnak a tünetei, és nem másokon veri le azt, hogy ő neki mennyire nehéz az iskola, hanem és befelé irányuló tünetei vannak. Csendes, befelé forduló, gátolt gyerkőcök lesznek ők. Minden iskolában szoktatok látni olyan gyerkőcöt, aki reggel, mielőtt bemegy az iskolába, még hány egyet az iskola kapuba. Nagy, fáj a hasam, fáj a fej, lázas vagyok. Tehát ha ilyesmi tünetek jelentkeznek, akkor is nagyon fontos azt is megnézni, hogy nem-e valamiféle tanulási zavar van a háttérben. Mindig, ami fontos, de nagybetűkkel fel is írt a lányom, hogy az okok feltérképezés, az oki háttér megkeresése a legesleges, legfontosabb dolog. Tanulási nehézség, tehát a gubanc az iskolába milyen okokból lehet? Lehet pszichológiai oka, amikor nyilvánvaló, hogy válik a család, gyász van a családba, feszült otthon a légkör, valamiféle szorongásos zavara van a gyerkőcnek, nem tudja megmutatni, hogy ő milyen ügyes, mert annyira izgul, hogy nem tudja megmutatni. Ilyenkor, ha ezeket az okokat megtaláljuk, akkor pszichológiai ellátás az, amire szükség van. Gyakran találkozunk azzal is, hogy nem jó tanulástechnikát használnak a gyerekek. Tehát mindenkinek megvan az a modalitása, amin keresztül tud információt összeszedni. És az a gyerek, aki inkább vizuális típusú, nagyon fontos megtanítani őt picikorától arra, hogy rajzold le, akár egy környezetnél, a répának részeit, ha tanuljuk, akkor neki nem, hiába mondom én el 25-ször, nem fog bemenni a kis fejével, de hogyha egyszer lerajzolom, odaírjuk meg, elé. Sokkal könnyebben megjegyzi, mert ő egy vizuális típusú gyerek. És igen, fölsőben is vitatkozunk a vizuális típusú nagy gyerekekkel, hogy fogod a színezőt, alá kihúzod ilyen színűvel, olyan, és te már mosolyogsz, és azt gondolom, hogy akkor... Nem, mert ugye az ingyenes
egyes tankönyvnél ez nem működik. Aha. Tehát itt a probléma. Hát... Ez azt hiszem, hogy nagy hátulütője az oktatási rendszernek, mert az a gyerek, aki vizuális típusú, és nem húzhatja alá. Igen. És ha radírozni meg, ugye azért nem jön szétszakad a könyv, akkor ugyanott tartunk megint. Igen, de hogy akkor is, tehát ha a könyve ő nem is húzza alá, de akkor papírra vázlatot készít, jegyzetet, de hogy legyen valami vizuális modalitás. Az a baj, hogy olyan időnbe haladnak, hogy tudom. Tehát akinek tanulási nehézsége van, annak ez is nehézsége, hogy jegyzetet készítsen. Igen, igen, hogy majd még kitérünk rá, mert hogy azért, igen, ezért szoktam mindig visítani, hogy kell a diagnózis, mert akkor tud csak a gyerek megfelelő segítségeket kapni. És ugye vannak a verbális típusú gyerekek, akiknek meg nagyon fontos az, hogy jótékony, tehát sokszor mondjuk azt is, hogy nem baj az, hogyha anyuka fölolvassa, fölveszi a telefonnal a környezet anyagot, és akkor a gyerek meghallgatja, és onnantól meg tudja tanulni, mert hogy hiába nézi a könyvbe azt a 70 betű, mit tudom, hány oldal betűt, úgysem megy be a fejébe. Tehát, hogy a tanulás technika olyan, biztosan ti is tapasztaljátok, hogy gyakorlatilag nem foglalkozunk vele, pedig borzasztóan fontos lenne megtalálni, hogy melyik út melyik gyerekhez vezet. A következő terület, amit említésre kerül, ez a figyelmi probléma, figyelemzavar, hiperaktivitás. Tehát nagyon sokszor képtelen az a gyerek ott a figyelmét oda összpontosítani arra a tanulási feladatra, és akkor ugye vagy a hiperaktív gyerekeknél is nagyon sokszor ez a nyüzsi, izé, mizé, üljél nyugton, figyelj az órára, és itt meg az a nagyon nehéz, hogyha nem tudjuk, hogy neki azért van nehézsége, mert hiperaktív figyelemzavara van, akkor mi elvárjuk tőle, hogy ő nyugton üljön, és ez elviszi az összes kognitív kapacitását, elveszi az összes figyelmét. Tehát ő akkor már a tanórán nem tud figyelni, mert ő neki arra kell figyelni, hogy én most üljek szépen csöndbe a padon, és ne hintázzak a székkel, és hogy igen, erre is szoktuk azért mondani, hogy ha muszáj, akkor hintázzon a székkel, de akkor tud figyelni. Ha muszáj, akkor nyomkodja a blúteket, vagy a stresszlabdát, de akkor tud figyelni. De hogyha arra vesszük el az energiáit, hogy nyugton maradjon, akkor ő a tanórában semmit nem fog tudni megegyezni. A következő pont a tanulási nehézség vagy zavar, sajátos nevelési igény. Erről fogunk majd részletesebben beszélni. Biztos mindannyian ismeritek ezeket a szép szavakat, hogy BTMN-es a gyerek, SN is a gyerek, de hogy ennek az útjáról fogunk beszélni. És az utolsó pont, ami ide feltüntetésre került, a motiváció, a zavar. Hát az serdülőkorban azért nagyon gyakori, hogy igazán nagy erőfeszítéseket tesz a gyerkőc abba, hogy ő az iskolai tananyagot megtanulja, de hogy ennek is azért vannak utána pszichológiai lehetőségei, hogy kezeljük. A tanulás fogalma szerepel a következő dián. A tanulás tulajdonképpen egy ilyen tág fogalom, attól függően, hogy melyik szakterület megközelítésében nézzük, láthatjuk azt, hogy köznapi értelemben a tanulás minden, amit új dolgot elsajátítunk. Pedagógiai értelemben azért nagyon szűken szoktuk a tanulást használni, a tananyagot meg kell tanulni a gyereknek, és hogy igen, azt a rengeteg tananyagot. Pszichológiai értelemben a tanulás viszont egy ilyen óriási nagy zsák. Mindent a tanulás kategóriába szoktunk sorolni, ami a ismeretet ad, képességet fejleszt, személyiség érettebb lesz tőle, intelligensebbek leszünk, jobb énvédő mechanizmusaink leszünk, boldogabbak tudunk tőle lenni. Tehát minden a pszichológiai értelme tanulás egy ilyen sokkal tágabb kategória, de hogy az a lényeg, hogy akkor van igazán a tanulásnak értelme pszichológiailag, ha tudhatni a viselkedésünkre, tudjuk használni azt a tanulást, ami megtörtént. Ha a tanulásnak fajtáit szoktuk még elkülöníteni, sokféle felosztás van, de itt úgy látom, hogy ez a kettő került előtérbe, hogy azért nagy különbség van az akaratlagos tanulás meg a spontán tanulás között. Megtanulunk beszélni, a gyerekek jó része azért spontán megtanul evőeszközzel enni, amihez nem kell ez az akaratlagos figyelem, míg azért az iskolai tanulásnál a motiváció, az, hogy leüljek, a meg akarjam tanulni, az ugyanolyan fontos, mert az anélkül nem fog belemászni a fejünk be a tananyag. A tanulási képességek egy komplex fogalom, aminek nagyon fontos, hogy természetesen a belső tanulási képességek, ami a gyermekről szólnak, az is ugye nagyon fontos, illetve a külső feltételek is nagyon fontosak ahhoz, hogy ez a képesség ki tudjon alakulni. A belső feltételekhez
a genetikai faktor van ide felsorolva, ami ugye azt jelenti, hogy az öröklött tényezők nagy mértékben meghatározzák a gyereknek a tanulási képességeit. Az intelligenciája, jó része azért egy ilyen genetikailag kódolt diszpozíció, amit bizonyos szinten belül tudunk ugyan fejleszteni, de hogy ez azért egy adottság. A gyerek temperamentuma, habitusa, ez szintén ilyen genetikai faktor. A központi idegrendszer érettsége legalább ugyanennyire fontos. Ahhoz, hogy egy gyerek tanulni tudjon a szó szűk értelmében, vagy iskolai szinten tanulni tudjon, ahhoz nagyon fontos, hogy az idegrendszerek megfelelő érettsége legyen. Van egy csomó reflex, ami mondjuk a fennmarad, és még nem érik az idegrendszer, nem érett túl rajta. Hát az a gyerek megint nem tudjuk tanulni a padba, mert hogy még itt ezek a hátsó reflexei fennmaradnak. Nagyon fontos éppen ezért, hogy az idegrendszernek az érettsége is elérje azt a szintet. Ismeritek azt a gyerkőcöt, aki még így ír, hogy együtt mozg, ahogy ír, jár a szája, jár a kis kezecskéje, mert az idegrendszere neki még abszolút nem érett arra, hogy az író mozgást csinálja, hiszen olyat várunk el tőle, aminek nincs meg az idegrendszeri alapja. Az épp érzékszervek működése. Ez megint nagyon sokszor találkozunk a gyakorlatban vele, hogy évekig rossz tanuló a gyerek, rosszul tanul a gyerek, és nem jut eszünkbe, tehát azért jó a szakszolgálatnál dolgozni, mert ott kívülről rálátunk a gyerekre, és akkor csak feltűnik, hogy miért így ül. Az iskolában talán megszokjuk, hogy ő közelről néz, és nem tűnik fel. És igen, nagyon-nagyon sok látens látássérülés, nem látja a táblát. A 6-os, 9-es, 3-as dolgozat összekutyulódik, ha rosszul lát egy gyerek abba a kis kockába, és hogy nagyon fontos, hogy ha tanulási zavar van, akkor legalább az alap érzékszervi vizsgálatokat érdemes elvégezni. Ugyanígy a hallás is, hogy nagyon sokszor nem süket a gyerek, és hall, és meghallja a suttogást is, csak valamelyik frekvencián nem hall. És hogyha azt a hangot ő nem hallja, akkor az már okoz írásgondot, vagy nagyon sokszor van úgy, hogy éppen azon a frekvencián nem jól hall, amelyiken a matek tanárnéni beszél, és hogy nem diszkalkuliás ő, csak ott elvész a kapcsolat a tanárnő és a gyermek között. Tehát az érzékszervi működés vizsgálata azért ilyenkor mindig fontos. A mozgásfejlettség a másik, tehát ugye az úgy működik a mozgás, hogy a nagy mozgás mindennek az alapja. És ha a nagy mozgás egy bizonyos szintű fejlettséget elér, és tud a gyerek rollerezni, és tud kétkerekűn biciklizni, és lépcsőn váltott lábbal járni, akkor érdemes utána elgondolkodni az iskola érettségén. Annyiszor látjuk, hogy jönnek a gyerekek beiskolázásra előtti vizsgálatra, és elég, amikor látjuk, hogy milyen kis ügyetlenül botorkál még utánlépéssel a lépcsőn, az ő kis idegrendszere mozgásállapota még nem érett arra, hogy finom írás mozgásokra képes legyen, vagy akár a finom artikulációk is a nagy mozgásra épülnek. Tehát itt nem az lesz a feladat, hogy majd a kis kezecskéjét fejlesszük, hanem az, hogy még a nagy mozgásait tegyük rendbe. Az egyéb részképességek, erről lesz még szó, és a belső feltétele a tanulásnak még a lelki egyensúly. Ez annyira igaz, hogy ha a gyereknek ha nekünk lelki problémánk van, akkor a munkájunkon még teljesítünk. Nagyon hülye példa jutott most az eszembe, de az öngyilkosság előtti nap még bemegy a depressziós felnőtt ember dolgozni, mert a felnőtt korunkra úgy vagyunk kalibrálva, hogy teljesíteni kell. A gyerekek viszont még úgy vannak kalibrálva, és ez különbözteti meg nagyon a felnőtt és a gyerekkori pszichés állapotokat, hogy az első, hogyha lelki baja van egy gyereknek, a teljesítmény romlása lesz. Tehát egy jó tanuló gyerek, hogyha elkezd nagyon sok rossz jegyet kapni, akkor azért el kell rajta gondolkodni, hogy hogyan az ő kicsi lelke, mert valószínűleg az okozhatja ezt a gubancot. És akkor itt össze van szedve egy pár külső feltétel is. Ahhoz, hogy ezek a tanulási képességek kibontakozzanak, nagyon fontos a képességekhez illeszkedő elvárás. Ha anya mindig úgyse tudok anyának megfelelni, mert miért csak 4-es, egy idő után feladja a gyerek, mert ha az ő képesség szintje csak egy 3-as, 4-es, és én mindig csillagos 6-ost várok tőle, azt annak ő nem tud megfelelni, ugyanígy kudarc élménye lesz, és előbb-utóbb feladja azt, hogy akkor ő nem is küzd érte. Ha túl alacsonyra tesszük a mércét, nem kihívás, akkor megint elmegy a tanulási motiváció. Tehát nagyon fontos, hogy szülőként, pedagógusként azért, hogy reálisan lőjük be, hogy körülbelül hol van a gyermek képessége, és hogy olyan elvárást tegyünk neki.
A motivációs bázis. Itt nagyon sokszor mondják a szülők azt, hogy de magadnak tanulsz, meg magadért tanulsz, nem nekem tanulsz, de hogy nem, kinek tanul egy kisgyerek? Anya mosolyáért, meg apa dicséretéért tanul, vagy a tanítónéni elismeréséért, nem magáért tanul egy gyerek. De nagyon, és éppen ezért nagyon fontos, hogy tényleg megéljük azt az örömöt, hogy jaj, de jó, hogy sikerült, de ügyes vagy, hogy sikerült, mert ezért tanul egy gyerek. Szeretett személy példája. Ez a kedvenc történet, ha nem olvas a gyerek, szoktunk dobálni labdát körbe-körbe, anyuka, és akkor a kérdés a gyermekhoz, hogy anyukád mit csinál szabad idejében, telefonozik meg, tévét néz. Hát persze, hogy nem olvas a gyerek, hogyha nem látja azt a modellt otthon, hogy kinyitjuk a papír alapú könyvet, akkor a gyerek se fogja. Ha nem látja azt, hogy az anyu precíze, elkezdek egy feladatot, befejezem, akkor a gyerek is félbe fogja hagyni a házi feladatát. Tehát, hogy nagyon fontos az otthoni attitűd, amit mi a gyereknek átadunk. És a megfelelő tanulási környezet, a Covid alatt iszonyú nehéz volt például a gyerekeket megtanítani arra, hogy itt látom, hogy bólogattok sokat, pizsamába, ágyba, bekapcsolódni egy online órára semmi értelme nem volt. Tehát megfelelők, ahhoz, hogy tanulni tudjak, ahogy megfelelő feltételek kellenek. Az, hogy legyen egy hely, ahol tanulok, készítsem elő a tananyagot, legyen ceruzám, nem az ágyba fetrengek, és nem hasonfekve tanulok, hanem a tanulásnak azért legyen meg az a struktúrája, helye, ahol tudunk tanulni. Jó, most lehet, hogy itt sokat léptem. Igen. Akkor a következőkben azokat szeretnénk összeszedni, hogy mi utalhat arra, milyen jelek utalhatnak arra, hogy esetleg tanulási zavarral küzd a gyerek, vagy tanulási zavar kialakulására veszélyeztetett egy gyerkőc. Vannak korán észlelhető jelek, de hogy ezek egyáltalán nem azt jelentik, hogy tuti, hogy tanulási zavar lesz belőle, de hogy azért, hogyha visszafelé kutakodunk, akkor a gyermek anamnézisében nagyon gyakran megtaláljuk kisgyerekkorban ezt, hogy megkésett a mozgásfejlődése, megkésett a beszédfejlődése, nem kúszott, nem mászott. Felnőttként nem tudom, melyiknek próbált már úgy klasszul rendesen kúszni, hogy milyen borzasztóan összetett mozgás kell ahhoz, hogy jól tudjunk kúszni, és hogy bizony ezek azért nagyon gyakran kimaradnak, és ha ezek kimaradtak, akkor lehetséges, hogy esetleg tanulási zavar is kialakulhat majd. De hogy ez azért egyáltalán nem biztos, vagy nem feltétlen kell, hogy így legyen. Gyakran pici babák egyik oldalát húzza, egyik oldalon kúszik, mászik, a másik oldalát húzza maga után. Tehát ezek mind picike jelek, de mégis előfordulhat, hogy a tanulási zavar lesz ebből majd. A következő az óvodáskor időszaka. Óvodásoknál milyen jel lehet az, ami esetleg utalhat arra, hogy tanulási zavar kialakulására veszélyeztetett? Ezek a gyerekek, a mozgáskoordináció zavaros gyerekek, például a setesutta ügyetlen gyerkőc, leesik a mászókáról, fölbukik a saját lábába, mindenen keresztül esik, mindennek neki megy, nincs meg a testsíma határa, utalhat arra, hogy lesz tanulási zavar. Nehéz elsajátítani a verseket, dalokat, nem érdekli a mese. Hát hogy jó, hogy nem érdekli, mert nem érti. Mert ez neki túl hosszú szöveg. És azért az a gyerek, aki óvodában rendetlenkedik a mese alatt, valószínűleg azért rendetlenkedik, mert szövegértési nehézsége van, és nem érti azt a verbális áradatot, amit az óvónéni mond neki. Bizonytalan kezesség, irányukba rosszul tájékozódik, kacsalábon fölhúzott cipő örökkön örökké. Azért azt jelzi, hogy nem stabil a gyereknek az iránya. Az a elfáradt a jobb keze, nem baj, folytatja a bal kezével. És a szülők sokszor még mai napig belefutunk abba, hogy olyan ügyes, mert ha elfárad, akkor kezet vált. De hogy ebből milyen gubanc lesz a kis agyacskájában majd később, ezt sokszor ott a vizsgálatokon tudjuk a szülőkkel egyáltalán ezt átbeszélni, hogy ez azért nem biztos, hogy jó dolog. Nem ért meg hosszabb instrukciókat. Olyan, mintha süket lenne, nem fogad szót. Persze, hogy nem fogad szót, mert vagy a jelet és a zajt nem tudja megkülönböztetni. Egy óvis csoportban nyüzsög, mit tudom én, hány gyerek, és abból az óvónéni hangját a nyüzsi zajból nem tudja kiválasztani. És akkor persze, hogy nem fogad szót. De ugyanígy egy hosszabb instrukciót, hogyha nem érti, mert hogy olyan beszédértési zavara van, tehát arra is utalhat.
az iskoláskora következő dia, amit bemutat. Az iskoláskorban azért, ha gyerekek bekerülnek első osztályba, elkezdődik az olvasás, írás tanulása, akkor azért nagyon sok olyan jel van, természetesen nem kell októberbe vizsgálatra küldeni egy gyereket, de nagyon sok olyan jel van, ami már az iskola elején nyilvánvalóvá teszi, hogy ennek a gyerkőcnek lehet, hogy nehézségei vannak. A betűk írását nagyon nehezen tanulják meg azok a gyerekek, akiknek ezen a téren tanulási zavaruk van. Rengeteg hibát vétenek, pici szótagokból is kihagyják a betűket, gyönyörűen fel tudják cserélni a betűket. Rendkívül lassan tanulják meg a betűket olvasni is, és nem értik, tehát kiolvassák, hogy mi van odaírva, de azt már nem értik, hogy az almát olvastam, és hogy annak mi a konkrét tartalma. Szövegből a lényeget nehezen emelik ki, írásuk rendkívül kusza, rendezetlen, nagyon nehéz nekik a betűket a vonalrendszerbe tartani, ezek is tanulási zavarra utalhatnak. Az iskola, a matematika terén, amikor a nincsen mennyiségállandóság, mennyiségélménye a gyerekeknek, a több-kevesebb, nagyobb-kisebb ezeket a fogalmakat nagyon nehezen értik meg ezek a gyerekek. Sorba rendezést, növekvő, csökkenő logikáját nem értik. Ez meg ugye a számegyenesen, tehát a matematikának az lenne majd a lényege, hogy a számegyenesen összeadunk, előrefelé megyünk, ha kivonunk, hátrafelé megyünk, és azért a tanulási zavarral küzdő gyerekek jó része ez nagyon-nagyon bele tud gubancolódni. És felső tagozatban nagyon sokszor van az, hogy jó intellektusú, tanulású zavaros gyerekek elmennek felső tagozatba úgy, hogy nem történik meg a diagnózisuk. És azért van, mert hogyha kevés az anyag és jó az IQ-ja, akkor ő ezt azzal tudja kompenzálni, és senkinek nem tűnik fel, hogy ő abszolút nem fogja megérteni azt, amit ő olvasott, de az órán megjegyezte és belement a fejébe. De a felső és történelem anyag már nem fog belemenni, és akkor jövünk rá, hogy valami gubanc csak van ezzel a gyerkőccel. Vagy azt szokták mondani, hogy jó esze lenne, de, és akkor ezek a gyerekek jó része tanulási zavarral küzd, mert hogy jó esze van, de az nem a motiválatlanság, hanem a tanulási zavar, ami miatt ő nem tud eljutni oda, hogy teljesítse és megmutassa jó eszét a tanórákon. Történelmet nem tudja megtanulni. Tehát a történelem például az egyik legnagyobb mumus egy tanulási zavaros gyereknél, mert odaadják a három oldal anyagot, gyönyörű körmondatokban vannak megírva a mai történelemkönyvek, például a többi tantárkönyve, és azt hiszem, hogy tudjátok, látjátok, és hogy nem értik meg a gyerekek. Rendszeresen nincs matek leckéje. Hát lehet, hogy azért nincs, mert seldülés, trehány és lázad, és ez a dolga, de lehet, hogy azért nincs, mert tényleg a számossággal van olyan problémája, hogy úgysem tudom megcsinálni, de az is lehet, hogy a szöveges feladatot nem érti. Volt olyan figyelemzavaros gyerek, aki matekot is azért nem tudta megcsinálni, mert elkezdte olvasni a szöveget, és mire az összetett matek szöveges feladat végére ért, akkor ő már régen elfelejtette, hogy kezdődött a szövegnek az eleje. De ugye látom, hogy bólogattok, hogy ezekkel ti azért mindig belefuttok. Az idegen nyelv megtanulásának a képtelensége, azért egy jó kis tanulási zavaros gyereket, ha csak lehet, akkor inkább amiből lehet mentességgel segítünk idegen nyelvnél, és legalább az írásbeliség alól, mert hogy ez neki borzasztó nehéz. És akkor itt a leggyakoribb tanulási zavarok kiemelése történt ezen a dián. Az egyik az olvasás zavara, az a klasszikus diszlexiás zavar. Olvasást nehezen tanulja meg a gyerek, és amikor olvas, hangokat, szavakat hagy ki, a tipikus diszlexiás betűcserék, a B, D, a betűk, tükörbetűk cseréje, szótagok felcserélése, tehát ez azért nagyon gyakran így szokott megjelenni, de hát nem is érti, amit próbálgat olvasni szegényként, de hogy nem is érti, ami ott le van írva. A másik nagyon gyakori a diszgráfiás gyerekeknek a jelenléte. Ők írni tanulnak meg nagyon nehezen, és nem, a térben nagyon nehezen tudják elhelyezni a betűket, tehát nem csak a helyesírással van gondjuk, hanem a vonalrendszerben is nagyon nehezen helyezik el a betűket. Őnekik egyébként az egész komplex ilyen vizuális felfogó rendszerük szokott sérülni. Tükörbetűket írnak, szintén kihagyják a betűket, de hogyha másolni kell, akkor általában azért gyönyörűen le tudják rajzolni a betűket, hogyha nem kell, nincs benne ez a nyelvi feldolgozás, csak egy ilyen mechanikus másolás, akkor le tudják másolni. A helyesírás zavara nagyon ritkán jelentkezik,
önmagában a diszortográfia, ami csak azt jelenti, hogy tud írni, ismeri a betűket, csak egyszerűen az a belső hallás, hogy most két, az áll, az kétlőtt mondok, vagy egylőtt mondok, nem alakult ki. Az, hogy most az ősz az hosszú, vagy ősz, vagy ősz, azt ő nem hallja. És hogy, de egyébként az írás többi része jól megy, csak a helyes írás azért nem megy, mert ezek a belső képességei nem alakultak ki. És akkor a diszkalkulia van még, most szemüvegben önöket nem látom, szemüveg nélkül a gépet nem. A diszkalkulia, ez meg a matematikai gubanc, ez is nagyon gyakori, amikor abszolút elvesznek a gyerekek, tehát gyakorlatilag van olyan középiskolás gyerek, aki a szorzótáblánál valamikor ott elveszett második osztályba, és akkor még görgették, megbukott, évet ismételt, de gyakorlatilag ez azért egy bizonyos idő után a matek mentesség volt a segítség számukra. Tehát gyakorlatilag a számossággal való művelet ...nek szükséges agyi struktúrák nem alakultak ki. És ez tényleg olyan, mint az éneklés, hogy engem agyoncsapnak se tudok szépen énekelni, mert azok az agyi részek, amihez az abszolút hallás kell, meg az énekléses, azok nekem nem alakultak ki, és bizony a diszkalkulia is a matematika terén ugyanilyen lehetetlen helyzeteket tud létrehozni. Mit tegyünk tanulási probléma esetén? Hogyha gubanc van az iskolában a gyerek tanulásával, az első legfontosabb dolog, amit mindig szoktunk mondani a szülőknek, hogy menjen be és be nekünk panaszkodjon, beszéljen meg a tanítónénivel, és akkor milyen gondolatod van most? Nekem? Igen. Hiába. Nem sikerült, nem. Hiába. Igen. Igen, igen. Hiába. Most nem majd a szakszolgáltat fogok hogy itt nem tartják munkat ahhoz, amit mi a szakérvényeket. És akkor semmi sikerélménye nincs. Hát ez a másik oldala, hogy én nagyon szoktam tanítani a szülőket, hogy a szakvéleményt megküldjük az intézménynek, és bekerül a postából a mit tudom én milyen dossziéba, és legfőbb a fejlesztős tanárnéni tud róla, hogy igenis az anyuka a saját szakvéleményével minden szaktanárhoz menjen oda, nyomkodja az orra alá, hosszabb idő, méltányosság, mi jár, hogyan gondolja a tanár megoldani, mert... És akkor visszakérdez a tanárnéni, hogy... Mert ugye úgy van, hogy őt igazából írásban nem is kérhetnék számon. De ha számon is kérik, akkor szóban javíthatna. És akkor, mikor beszélek a tanárnénivel, hogy akkor szóban esetleg javítsuk már, mert nekünk az a kettes igazából nem elég, mert ezt leviszi a békafenntartóvá. Meg az nem kettes tudás, az kettes írás. Igen. És akkor miért szeretne szóba? Nem, nekünk tökéletes ez a kettes, hát könnyű, hogy szeretne szóba. Nem, tehát ezért mondom azt, hogy ez csak úgy, hogy tényleg minden pedagógushoz külön oda kell menni, amikor a szakvéleményt megkapom, minden tanárt felhívni, kérni időpontot tőle, oda menni a szakvéleménnyel, és azt mondani, hogy a szakszolgálatnál azt mondták, hogy jönnek az írásbeli számonkérés, és akkor ön, kedves tanárnéni, hogyan gondolja, hogy hogyan fogjuk tudni ezt megoldani, hogy beküldjem külön időbe felelni, amikor vagy délután egyeztetünk időpontot, és akkor ezek már olyan öt szülővel talán könnyebb lemecsezni. Úgyhogy a szakvélemény megérkezik az iskolába, attól még nem kerül a gyerek jó helyzetbe. Az egész biztos, hogy így van. Szóval azért első körben mindig azt szoktuk mondani, hogy beszéljenek a pedagógussal, és próbáljuk meg kigubancolni, hogy mi áll a probléma hátterébe. És utána azért az komplex szakértői vizsgálat kezdeményezése is úgy normális, vagy úgy kellene működnie, hogy az intézmény kezdeményezi a szülő egyetértésével. Borzasztó nehéz, amikor a szülő ott áll, és hát azt mondták, hogy el kell jönni, de nem tudjuk, hogy miért. És akkor most már nagyon sok pozitív változás van, mert most a jogszabály már nem engedi, hogy a szülő által nem aláírt vélemény érkezzen az iskolából, de régebben még olyan vélemények is érkeztek, amit a szülő nem ért alá, nem is tudta, hogy miért. Tehát elmaradt ez a kommunikáció. Igaza volt a pedagógusnak, hogy küldte, csak a szülő nem tudta, hogy miért jöttek. A komplex vizsgálatot lehet kezdeményezni a pedagógiai szakszolgálatoknál. Az intézmény hivatalosan az intézménynek kell kezdeményezni. Ez megyénként eltér. Van olyan megye, ahol, tehát a jogszabályt nem lehet pontosan értelmezni, ezért van olyan megye, ahol befogadják a szülői kérelmet is, van olyan megye, ahol úgy csinálják, hogy a szülő bejön és kér, és a szakszolgálat felhívja az intézményt, és kéri, hogy akkor küldjék be a gyermek papírjait, és van olyan megye, ahol csak az intézmény által kitöltött jelentkezéslapot fogadják el.
És akkor utána, hogyha beérkezik a gyermek jelentkezése a szakszolgálathoz, akkor pszichológus, gyógypedagógus megvizsgálja, tehát mindenképpen történik egy intelligencia vizsgálat, mert hogy azért először azt kell megnéznünk, hogy milyen a gyereknek az általános IQ-ja, mert általában azért tanulási zavarnak az a lényege, hogy az intelligenciájához képest sokkal rosszabbul teljesít a gyerkőc, és a gyógypedagógus kolléganő pedig az összes részképességet megnézi, és ezek alapján fogja tudni megállapítani, hogy melyik területeket kell fejleszteni, és milyen segítségekkel tudunk segíteni annak, hogy a gyerek az iskolába hely tudjon állni. És akkor itt tartunk a két nagyon szép szónál, a BTM-en és SNE, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség. Az egyik, a másik pedig a sajátos nevelési igény. Ez mennyiségi és minőségi különbséget jelent ez a két státusz. A BTM-en státuszt a szakszolgálatok adhatják, ezek a gyerekek fejlesztő pedagógiai ellátásra jogosultak, tehát amikor rájövünk, hogy hol van a gubanc, onnantól kezdve kell járni fejlesztős tanárnénihez, először egy év múlva, utána három évente kell visszajönni a szakszolgálathoz, és akkor megnézzük, hogy indokolt-e még a státusz, kell-e még fejleszteni, melyik részképességekben van még elmaradás. A szakszolgálat a BTM-es státuszú gyerekeknek, tehát természetesen nem lehet minden gyereknek ugyanoda tenni a mércét. Mert hogy egyik gyerek ebben ügyesebb, másik gyerek abban ügyesebb. Valami aranyos kis történet, hogy ha minden állat az állatiskolában, minden, vagy ismeritek ezt a Facebookos kis szösszeret volt, hogyha minden állatot az alapján, hogy hogy úszik a vízbe, akkor az alapján minősítenénk. Igen, és hogy az iskolában azért sokszor ez történik. A szakszolgálat fejlesztő pedagógiai ellátást tud biztosítani a gyereknek. Ez itt megint az élet és a papír két külön dolog, de hogy azért alapvetően vannak iskolák, ahol valóban megkapja a gyermek ezeket a fejlesztéseket kompetens szakemberektől, van, ahol a fejlesztő órákat másra használják. Hosszabb felkészülési időt tudunk adni a gyermeknek, a írásbeli szám, vagy és szóbeli számunk kérés esetén is. Tehát a hosszabb időnél megint abba szoktunk belefutni, hogy mondják a tanárok, hogy de hogy adjak neki hosszabb időt, mert kicsöngetnek. A hosszabb idő ekvivalens a kevesebb feladattal. Hogyha nem 15 összeadást kap a gyermek, akinek papírja van csak 10, attól a tanítónéni ugyanúgy fogja tudni, hogy a matekból mit tud, és nem az idő, a pszichomotoros tempót fogja osztályozni, hogy nem lettem készen. A méltányosságot szoktuk mondani, eszközhasználatot tud adni a szakszolgálat, tehát visítunk érte, hogy ha diszkalkuliás egy gyerek, és úgyse tudja a szorzótáblát, akkor ne arra használjuk már az energiát, hogy 5x4 mennyi, hanem akkor haladjon az órán tovább, figyelje a többi anyagot, és legyen kirakva a padjára a szorzótábla, vagy a számológép, és onnan nézze meg a szorzást, ne vegye el az energiát tőle. Tehát eszközhasználat azért jó szokott lenni. És a számonkérési preferenciák, írásbeli helyett szóbeli számonkérés, szóbeli helyett írásbeli számonkérés, és a szülő, amit lemeccsez. Az SNI az a sajátos nevelési igény. Előfordul, hogy nagyobb problémák vannak, amiket fejlesztéssel sem lehet, azt gondolja a vizsgáló szakember, hogy fejlesztéssel sem lehet kompenzálni, és itt nagyobb segítségekre van szüksége a gyermeknek, akkor kerül továbbküldésre a gyermek, és sajátos nevelési igény megállapítása történhet. Itt már gyógypedagógusnak kell foglalkozni a gyerekkel, és most már talán egy ilyen 3-4 éve, 5 éve a szakszolgálatok nem adhatnak tantárgyi mentességet, csak a sajátos nevelési igényhez jár tantárgyi mentesség. De azt jelenti, hogy a gyermek jár az órára, tehát nem azt jelenti, hogy nem megy be az angol órára, vagy nem megy be a matek órára. Jár az órára, ugyanúgy ott van, figyel, csak őt nem osztályozzuk abból a tantárgyból. És azért érettséginél is ez óriási jelentőségű, hogy hány pontot viszünk az egyetemre. Adelinának felmentése volt matematikából sajátos nevelési igényel, és 480 ponttal ment az egyetemre, tehát a többi tantárgyat tudta tanulni, csak egyszerűen a vizuális típusú matematikai oktatás ő számára elérhetetlen volt, és egy idő után azért a házi módszerekkel nem lehetett a matematikát megtanulni. Tehát a tantárgyi mentesség is tud segíteni a gyerekeknek, akkor idegen nyelv, helyesírás alól szoktunk gyakran mentességet adni a gyerekeknek. Matekból nagyon sok gyerek kap mentességet. A helyesírást nem értékelik, amikor olyan diszes a gyerek, hogy inkább a tartalomra figyeljen, és akkor a helyesírást nem értékeljük. Egyet kifelejtettem még az előbb, az alakidiszgráfiát.
a diszes tüneteknél, hogy vannak olyan gyerekek, akik meg baromi rondán írnak. És hogy olvashatatlanul rondán írnak, de hogy ő nekik alaki diszgráfiájuk van, és őket meg ha agyoncsapjuk, akkor sem fognak tudni szebben írni. Itt megint az a megoldás, hogy ha ez diagnosztizálódik, akkor egyrészt az iskolával le kell meccsezni, hogy ki akarja bogarászni a pedagógus a történelem dolgozatot, és ne húzza át egyesre az egész történelem dolgozatot, mert nem tudom elolvasni, hanem tudom, hogy annak a gyereknek az a fogyatékossága, hogy alaki diszgráfiás, vagy gépen lehet írni, tehát ezerféle dolgot lehet kitalálni arra, hogy szóban felelni, ezerféle dolgot kitalálni, hogy ne a diszgráfiáját osztályozzuk, hanem a valódi tárgyi tudását. És akkor azt gondolom, hogy ennyi volt, ami ebben a témában most előkerülhetett, és akkor szeretettel kérdezem, hogy ki, mit, hogy gondol, a te gyermekedről mit tudhatunk?